Optimistán nyilatkozott a vírushelyzetet illetően Portugáliában Orbán Viktor. A kormányfő szerint a járványt sikerült megtörni. A járványkezelés politikai tanulságairól Kiszeli Zoltánnal és Pulai Andrással beszélgetünk. Jó estét kívánok, itt is vannak az urak. Beszéljünk a politikai tanulságokról oly módon, hogy van a publikusnak egy felmérése, ami azt mutatja, hogy némi előnyt élvez a választóknál az ellenzék? A közös szerintem, ellenzék? Szerintem beszéljünk, ha már egyszer így alakult, hogy lett egy ilyen kutatásunk. Mert annyiból érdekes, hogy minthogyha ez a nagy átoltottság, áttörést a Fidesz támogatottságában most nem hozna. Nincsen a Fidesz támogatottságában érdemi növekedés. Az elmúlt fél egy évben a Fidesz a mi méréseink szerint a 29-31%-os sávban mozog, most éppen annak a tetején, de se felfelé, se lefelé nem tud ebből kitörni. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan pozitív dolgok, amiket nyilván értékelnek a választók, és vannak csomó olyan negatív dolgok, amiket meg hát nem értékelnek a választók, vagy nyilván az ellenzéki szavazók az ellenzéki oldalon értékelnek. És ennek az a következménye, hogy hát egy ilyen kiegyenlített verseny alakult ki, úgyhogy a Fidesz érdemben nem növelte a támogatói bázist, nem is vesztett a támogatóiból, viszont az ellenzék a nyár végén, a második hullám kezdetén érdemi támogatói bázis szerzett, és azt nagyjából meg is tartotta. Itt is van egy hullámzás, de jelen pillanatban úgy tűnik, hogy kb. 3-4%-ponta vett az ellenzék, attól függ, hogy hogyan nézzük a számokat. Ilyenkor mindig egyszerűsítünk. Hogy lehet leegyszerűsíteni úgy a Fidesz feladatát a következő egy évre, hogy tényleg pár mondatban összefoglaljuk? Mert ugye az oltási kampány lassan majd kifullad, ezt a kormány is így látja, hogy nem lehet 8 millió embert beoltani, amikor 4 millió nem akarja, hogy beoltsák, vagy mondjuk 3 millió nem akarja, hogy beoltsák. Ebben tehát sokkal több, és nyilván a gazdasági teljesítményen lehet valahogy a korábbi támogatottsági arányait visszaszerezni. Van annyi a magyar gazdaságban, hogy érezzék az emberek, hogy őket most segítik? Mert eddig nem érezték. Hát szerintem a számok magukért beszélnek, ha megnézzük. Hát ez az. Hát ez az, tehát pont ez az, hogy a számokat, ha megnézzük, az oltásnál Magyarország tényleg jól halad, és például azzal, hogy keleti vakcinákat is használunk, nagyjából másfél hónappal előztük be a mezőnyt. És megnéztem pont mielőtt jöttem, német statisztikai hivatal oldalán, de uniós vagy a New York Times oldalán is bárki megnézheti, 100 magyarnak 67 vakcinát adtak be, elsőt, másodikat, ezzel harmadikok vagyunk. A portugálok, ahol most ez a csúcs találkozó volt, ők 35-öt tudtak beadni 100 embernek, tehát ugyanaz az a vetítés. Jó, de erre mondtam, hogy ez nem tart el jövő áprilisig. De a másfél hónap az el fog tartani. Tehát az, hogy másfél hónappal korábban lehet most nyitni fokozatosan a keleti vakcinák miatt, tehát azért mondom, hogyha ott tartanád, hogyha csak a nyugati vakcinákra hagyatkoztunk volna, másfél hónappal később nyílik az ország, másfél hónappal később tudnának az emberek a boltok nyitni. Ezzel és azt mondod, hogy nem a gazdaság lesz a döntő, hanem ez, ami most zajlik? A gazdaság is jó lett. Ha megnézzük az angliai választásokat, most nem a skóciait, hanem az angliait, azt látjuk, hogy Boris Johnsonnak az emberek, ami hiába ott is felhozták a korrupciót, hogy nálunk is az állítólagos korrupciót felhozzák, hoztak 1000 fontos tapétát, mindent. Ehhez képest például egy baloldali körzetben 57 év után 16%-os többlettel nyert a konzervatív párt jelöltje abban a körzetben. Tehát a szavazók a járványmenedzselést támogatták. Hát azért ennyire messzire nem szaladjuk el, hogy az egyik brit időközi választásból a magyar 2022-es választásra érdemi következtéseket vonjunk le, azt talán túlzásnak tűnik. De amikor azt mondtam, hogy a pozitív dolgok mellett ugye vannak negatív dolgok is, ami a legnegatívabb, az teljesen egyértelműen a halálozási rátának a globális, a legmagasabb aránya, amelyet pontosan ugyanúgy befaktorálnak az emberek a döntéseikbe, mint ahogy egyébként az átoltottságnak a magas arányát is. És még én is azt gondolom, hogy ez a másfél hónap előny, ez az relatív gyorsan el fog tűnni, mert nagyon hamar az összes európai országban az oltásokból kínálati piac lesz. Magyarországon is most már az van, teszem hozzá, csak részben van az, mert az emberek várnak a Pfizerre, ugye a múlt pénteken láthattunk abból, hogy milyen volt a Kádár korszakban a hiánygazdaság, amikor hirtelen beszabadult a sarki ABC-be egy raklap banán, akkor nagyjából pontosan azt történhetett, én csak gyerekkoromból emlékszem erre, meg nagyon sok néző gondolom, még gyerekkorából se, hogy pontosan azt történhetett múlt hét pénteken, amikor a miniszterelnök nagykegyesen odavetett a választók elé 100 000 Pfizer oltást. Szóval, hogy részben persze már kínálatú piac van, de ugye az emberek nem akarják azokkal a vakcinákkal nagyobb részre beoltani magukat, úgyhogy aki még be szeretné magát oltani, annak bizony várnia kell a Pfizerre. Úgyhogy én is azt gondolom, ez a másfél hónap előny, ez relatív gyorsan el fog menni, körülbelül másfél hónap alatt. Szépen lassan nyitnak az európai országok, egyébként a déli országok hamarabb, nyilván ők jobban rá vannak szólva a turizmusokán erre a történetre, de hogy a kulcsa az az, hogy bizony a halálozási
számokból nem lehet visszajönni, tehát bizony azt a körülbelül 30 ezer embert azt elvesztette az ország, az rettentő fájdalmas történet. Hamarosan szerintem erre rá fognak kocsúdni, fel fognak kocsúdni az emberek, és rá fognak jönni, hogy ez egy milyen durva veszteség. Nem csak a, tehát nyilván a legdurvább az a személyes veszteség, de ennek van egy demográfiai része is. És az országnak a demográfiai célja is ez már fog látszani, különösen úgy, hogy egyébként például a középkorúak is nagyon-nagyon sokan haltak meg, akik még potenciálisan utódokat is nemzetettek volna. Tehát azt mondom, hogy ennek hosszú távú hatásai lesznek, amelyek egyébként aztán kiadnak a gazdasági növekedésre is, hiszen a gazdasági növekedés az nagy összefüggésben van a lakosság számmal. Majd aztán ugye van egy gazdasági válság rész, amiben az európai egyébként segít nekünk, mert soha nem látott mennyiségű pénz jön az országra, mint persze Orbán Viktor a felét valamiért nem kérte. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez lesz a kulcs az elkövetkező időszaknak, hogy ebből a gazdasági, szociális válság részből hogyan fog tudni az ország kijönni, és mit gondolnak erről a választók, hogy ez kinek. Fordulok vissza Kiszeli Zoltánhoz, az, hogy mit mér például András Publikus Intézete a tekintetben, hogy ki lesz a legesélyesebb miniszterelnök jelölt, az mennyire fogja befolyásolni a kormányzati kampányt? Hogy kivel néznek szembe, hogy Dobrev Klára lehet a legesélyesebb, és ő lesz a miniszterelnök jelölt, vagy mondjuk Karácsony Gergely? Gondolom egész más mondani valókkal kell operálni. Ja, hogyne, bár azért tegyük hozzá, hogy az ellenzéki intézeteknek a szalag címei, amiket produkálnak, ezek, hát én a nyugati fényben is olvasom, hogy ezek a, tehát hogy ami egyes ellenzéki intézetek mérnek az egyik jelöltnek, azt ők nem tartják jónak a másikat, tehát hogy ott komoly vita zajlik egyébként. Pártokhoz köthető vagy közelállónak tekintett nem csak ott tartott, portálok nem nyilván a saját jelöltjeiket preferálják. Na, nem írjuk a szalagcímeket, azért ott még nem tartok, hogy én nem a szalagcímeket. Jó, de azért mindegy, tehát azt, ha megnézzük, azért az elég manipulatívak azok a szalagcímek, amiket itt látunk, akár a támogatottság tekintetében, akár a... De beszélünk az adatokról akkor. Beszélhetünk arról is. Akkor mondom. A szalagcímeket. Karácsony Gergelyre megkérdezettek 23, Dobrev Klárára 20, Jakab Péter és Márki-Zay Péterre 17%-a adná le a voksát. Mérte az intézet, így aztán érdemes erről talán beszélni. Hogy ne lenne érdemes, hát az ellenzéki térfélen ez egy érdekes téma, nyilván kell beszélni, és nyilván nem mindegy, ki lesz a jelölt, bár ugye azt látjuk egyébként, hogy én már többször elmondtam itt is, hogy nem, szerintem az másodlagos, hogy ki lesz az ellenzék miniszterelnök jelöltje, mert ha megnézzük, Gyurcsány Ferenc szerintem egy nagyon okos taktikát követve arra játszik, hogy a DK-nak legyen a legerősebb frakciója, a legnagyobb szeletet ők kapják ebből a tortából, és azzal, hogy Dobrev Klárát elindították most a hétvégén a miniszterelnök jelölti versenyben, ez azt is jelenti, hogy ha Karácsony Gergely előbb-utóbb elindul, akkor ezzel két szereplősre szűkül, legalábbis az esélyes jelöltek köre, egy élboly kialakul. A többi jelöltek, akiknek itt a neve elhangzott, ők nem csak itt vannak lemaradva, hanem szerintem ott még jobban le fognak maradni, és hogyha egy kétszemélyes verseny Karácsony Gergely Dobrev Klára lesz, akkor ez Dobrev Klárára irányuló fény felhúzza a DK-t, tehát még erősebb lesz az ellenzéki pártok körében. Ezzel most azt mondod, hogy Gyurcsány Ferenc jól kalkulálhat, hogyha neked igazad van. Persze, hát minden pártvezetőnek az a célja, hogy az ő pártja legyen legerősebb. Ez elég legitim. Az ő szempontjából ez logikus, csak a többiek már megint ott tartanak, hogy hajtja őket Gyurcsány Ferenc, és a nap végén, az előválasztás végén szerintem Karácsony Gergely fog nyerni, előre fogják engedni, vagy ő az, aki esélyesebb, és ha megnézzük, mindegy is, mert ha kicsi lesz a különbség Karácsony... Előre fogják engedni? Persze, hát akár... Hát, hogy ki az a bolond, aki, hogyha megméreti magát és jól áll, akkor azt mondja, tudod mit? Egon. Inkább mégis tegyene. Mondom, itt azért nézzük, mert én mindig mondom, egyszer már megírtam, Sztálin nem indult az előválasztáson. Tehát ez biztos, de neki nem is volt. Az nem is egy demokratikus rendszer, legalábbis ahonnét nézem, lehet, hogy itt a Fidesz nézi határeset, ahonnét nézem. Ha jól emlékszem, akkor Sztálinnak jelentős része volt abban, hogy Lenin elvtárs úgy végezte, ahogy. Ez nem egy magyar metódus. Amit te mértél, annak alapján az látszik, hogy mekkora a kedv arra, hogy az előválasztáson részt vegyenek? Magas a választási hajlandóság. Kimondta magas számot, mert olyan magasat, amit félek elmondani, mert biztos vagy benne, hogy ez nem fog bekövetkezni. De ez azt jelenti, azért hogy a 20-as... Aztán elosztjuk kettővel. Nagyjából ez kell, hogy 20-as tartományokban van, és igen, el kell osztani kettővel, tehát szerintem kb. 10 a teteje, 10%-a az ellenzéki választóknak, aki el fog menni szavazni. Tehát azt látjuk, hogy nagyon várják a választók ezt az előválasztást. Nem hiszem, hogy ez ilyen lejátszott mérkőzés, ez egy komoly verseny, mint hogy egyébként mondjuk például itt volt Kálmán Olga, ugye a fővárosi előválasztás is egy nagyon komoly verseny volt, még
ott mindenhol megbúvó Gyurcsány szárgy, ott is megbúvott, ott a DK ugye trükköt is bevetett, ugye Kálmán Olga kvázi megállapodás utáni indításával, ami egyébként kimondta jót tett szerintem a versenynek, meg egyébként Karácsony Gergely legitimitásának, meg láthatóan a Kálmán Olga politikai karrierjének is. Tehát ez egy win-win helyzet, és szerintem reálisan az ellenzéki szereplők erre a win-win helyzetre számolhatnak úgy, hogy bár ugye a mostani mérésünk szerint Karácsony Gergely vezeti ezt a listát, mind akire legtöbben szavaznának, mind akit a legesélyesebbnek tartanak arra, hogy Orbán Viktort le tudja győzni. De mondjuk például, akire szavaznának kérdésre, múlt hónapban Jakab Péter kapta a legtöbb választ a mi kutatásunkban. Tehát az is látszik, hogy nagyon volatilis ez a lista, nagyon sok mozgás van még benne, és az elkövetkező hónapokban szerintem nagyon érdekes csavarok is lesz. Zoltán eredményt is hirdetett az imént, te arra számítasz, hogy a Karácsony Gergely belép a ringbe, akkor egyúttal elsőprő fölényt is szerez? Ahogy mondom, egy kétszemélyes élboly alakul ki, mert szerintem a médiának, az elemzőknek az érdeklődés... Bocsánat, ez csak egy technikai észrevétel, nem tud alakulni kétszemélyes élboly, mert három személyes élboly tud kialakulni, és a második fordulóban három személy juthat be. Ennek okán kénytelen-kenetlen három személyes élboly fog. Emlékszünk a 2010 előtti időszakra, amikor vissza is léphet az a bizonyos harmadik jelölt. Utaltam arra, hogy szerintem a DK-nak az az érdeke, hogy az ellenzéki mandátumokból a legtöbbet. De mindenkinek ez az érdeke. Igen, csak a többiek nem biztos, hogy erre képesek. Azért mondtam, hogy Dobrev Klára húzadék. Nem mondtam, én azt a feltételezésemet mondom, hogy látom, és igazából, ha megnézzük, egy-két helyen biztos lesz érdekes előválasztás, mondjuk Kálmán Olga körzetében biztos, hogy érdekes lesz, mert ott több befutó helyeken biztos, hogy több esélyes jelölt is felsorakozik, de összességében szerintem a DK arra törekszik, hogy a legerősebb legyen, a kicsiket le akarják kukázni, tehát nem akarnak 6-7 párttal az következő parlamentben vesződni, szerintem egy-két párt. Úgy lesz a Fideszben, mint az elmúlt évtizedekben megszokott, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag kijelöli, hogy kiindul a bizonyos körzetekben. Mik a hírek erről? Hogyan zajlik a jelölés? Nem lesz, nyugtass meg. Nem, hát a Fideszben ugye egy vita zajlik, és akkor a vitában a helyi szinten támogatott jelöltek közül választják ki, aki indulhat, és látszik egyébként, már lehet látni azt a folyamatot, hogy a választókerületi elnökök cseréje folyamatosan zajlik, és ebből lehet következtetni arra, hogy kik fognak indulni. Tehát ez egy belső vita, egy belső folyamat, és ennek az eredménye nyilván nem sokára. Na akkor igazából ezt kell figyelni, hogy a választókerületekben most hogy zajlanak a cserék. A demokratikus oldalon úgy mondják, hogy füstölszobákban döntik el a politikusok az, hogy ki induljon, és a demokratikus. Milyen jó, hogy itt a választókerületekben döntik el a választókerületi alapszervezetek. Köszönöm szépen mindkettőtöknek a beszélgetést.